Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy második alkalommal rendezhetjük meg itt a Virágvölgyben a majális ünnepségünket. Mi a majálissal kapcsolatban van egy olyan tévedés, hogy itt a munkaünnepe van, de tulajdonképpen nem a munkaünnepét üljük, hanem a pihenéshez való jogot. Mint emlékezetes, egy Robert Over nevezetű gyártulajdonos harcolta ki az ő dolgozói érdekében azt, hogy a 8 óra munka után mindenkinek juttasson egy kis pihenés, és hát a pihenés egy olyan dolog, ami együtt jár a jó kedvel, a jó hangulattal. Ahogy szokták mondani, a jókedv az ember testre szabott paradicsomkertje, és ez milyen igaz is, tulajdonképpen a jókedv a titka mindennek, hiszen ha jókedvünk van, akkor sokat teszünk az egészségünkért is, ami egy kötelező dolog, és sokkal könnyebben megoldjuk a problémákat, és bízunk abban, hogy mindenkinek a hétköznapi és egyéb problémáit sikerül a mai ünnepséggel egy kicsit elűzni, és nagyon jól fogják itt magukat érezni. Nagyon színesek lesznek a programok, hiszen arra törekszünk, hogy minél többen jöjjenek ide, egy kis időt eltöltsünk együtt, beszélgessenek a szomszédok egymással, a budakeszélyek találkozzanak egymással, egy kis közösséget építsünk ezzel a rendezvénnyel is. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy köszönöm, hogy eljöttek ide, és kívánom, hogy nagyon jól érezzék magukat. Azt mondták nekem jó hegymászó barátaim, hogy egy fontos szabály van. Az ember a négy végtagjából hárommal mindig kapaszkodjon, támaszkodjon. Jól mondom? Közben bólint. Csak egy végtagunkat mozgatjuk, tehát vagy két kézzel és egy lábon kapaszkodunk, vagy két lábbal és egy kézzel. Hoppá, Botinak milyen ügyesen sikerült. Most lássuk, hogy apának viszi a pálinkát, vagy a babájának a szalagot. Hoppá, apának egy pál lesz. Látott már erdőt levél nélkül, szerelmünk elhagyni bánat nélkül. Én már láttam erdőt levél nélkül, szerelmünk elhagyni bánat nélkül. Ez egy olyan helyszín és egy olyan program lehetőség, ahol budakeszi közösséget tud találkozni, vagy ilyen, vagy olyan apropóból. Beszélgethetnek, jól érezhetik magukat, tehetnek egy lángost, és akkor utána tovább tudják folytatni a napjukat. Úgyhogy ha ebben az önkormányzat részes lehet, az egy nagyon fontos dolog. Hogy érzi magát Antal Attila, Csíkszered a polgármestere itt Budakeszin a majálison? Nagyon jól, és mindig nagyon jól, amikor Budakeszre jöhetünk, hiszen nem először vagyunk, és bízom benne nem is utoljára. Két város, testvérvárosi kapcsolata már több évtizedes, és hát ahogy szokott lenni, időnként megfárad, leül, aztán utána kell nyúlni, és ez történt azt gondolom 4 évvel ezelőtt. És itt is változott a városvezetés, új emberek, új szerepekbe bele kellett rázódni. És hát úgy találom, hogy az elmúlt 4 évben számos új elemmel bővült ez a kapcsolat. Széchenyi iskola és a Csíkszeredai Petőfi iskola kötött testvériskolai kapcsolatot részt vesznek az ünnepeinken, és most azért vagyunk itt, azért jöttünk, mert válaszolnunk kellett erre. Már egy picit beadósodtunk a budakeszieknek, és akkor sikerült elhoznunk a Nemzeti Székely Népi Együttest is, akik az idén 25 évesek, így ez alkalomból vagyunk itt. Nagyon jó itt lenni a majálison, és bízom, a mai napi program is kikerekedik ilyen irányba. Kulturális tér az csak a láthatóbb rész. Azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tanultunk közigazgatási vonalon az itteni önkormányzatisoktól, korábbi jegyzőasszonytól, városüzemeltetés tekintetében, és hát úgy találtam, hogy amikor ők nálunk voltak, ők is azért tájékozódtak, hogy nálunk mi hogy működik, és a jó gyakorlatokat azért egymástól kölcsönösen átvettük. Kocsijában, nem kell ide magem kormalája, kutyin mellett halászta, a rózsámmal vége.
fecske csoportot hoztuk ki, ez egy vegyes csoport, keresztény csoport. Reggel a templomban voltunk anyák napi ünnepélyen, és most itt veszünk részt a budakeszi majálison. Örülök neki, hogy itt vannak, és nagyon lelkesen versenyeznek. Zöld képviselőként gondolom egy erdei tisztáson, természetes környezetben tartott városi rendezvény, az különösen kedves. Igen, főleg, hogy előtte rendbe tettük a környezetünket. Teszed mozgalom volt április 28-án, ezen az óvodások is részt vettek, és én is, mint zöld képviselő, megtisztítottuk Budakeszi utcáit, mi a Dózsa György teret, az önkormányzat környékén, illetve az Akácfa utcát és a Fő utcát. 5 zsák nagy szemetet szedtek össze az apró kezek. A szik alatt a rét meg az erdő, könnyű adott napjából a felhő. Alszik a föld, és a földben a múza, út a karóját magára húzza. Csend van, semmi se bocsa, ág sem roppan, zibő se koppan. Nyugszik és alszik a kél meg a pár. Csak a hú, csak a hú, csak a hú, musikál. A hóesésből? Ilyen hóesés azért lehet, ugye? Csak már az a hideg fehér ne jöjjön vissza. Vissza is fordítom, hogy legyen inkább... Nagyon örülök annak, hogy most már évek óta itt a pihenőerdőben kerül megrendezésre a városi majálás, hiszen én itt voltam gyerek Budakeszin, és engem minden emlék ide köt ehhez a pihenőerdőhöz. Itt voltak azok a majálések, amikor gyerekkoromban fergetegesen jól éreztük magunkat. Itt kisebb korunkban itt játszottunk, itt fociztunk, akkor ez a terület még egy használatban lévő focipálya volt. Később itt találkoztunk a lányokkal itt a hátsóbb részeken, és nagyon jól éreztük magunkat. Minden alkalommal természetesen a felnőttek akkor is a tipikus közösségi életet élték. Végre beszélgettek, sört ittak, virslit ettek, és este nagyon nagy bulik voltak. Korábbiakban egy határozott és jól körülhatárolt réteg volt a munkásosztály, mostanra ez erősen megváltozott, és azt gondolom, hogy akkor a kétkezi munkából élőknek egy nagyobb létbiztonságot jelentett. Ez sokban megváltozott. És ami ugye nagyon nagy probléma jelenleg az országban, hogy kétkezi szakmák, azok nagyon leértékelődtek sajnos, pedig nyilvánvalóan ez semmivel nem rosszabb, mint egy szellemi munka, hiszen azokat a javakat, amit látunk, használunk minden nap, azok ezek nélkül, a szakmák nélkül azok nem élvezhetőek. És ez nagyon sajnálatos számomra, hogy az emberek a kétkezi munkákat, és ezeket a kézzel készült dolgokat, szakmákat, ezeket kezdik figyelmen kívül hagyni. Nemzetiséggel ünnepeljük ilyenkor a majálist, de maga a május faállítás, a május a felmászás az egy székely hagyomány, ez egy magyar székely hagyomány, de remélem, hogy jövőre lesz majd sváb legény is, aki majd egy fehér lovon és kosárral a fején be fog ide jönni és vonulni. Ezt nagyon remélem, hogy jövőre már sikerül, és akkor egy kicsit több sváb népszokást is fogunk látni. Addig viszont táncosokkal és zenével fogunk a mai nap kedveskedni vele. A gyerekeket várunk fönt játszóházzal, a Kenderkóc települt ki, a Bölcsöde települt ki, a híd,
Nagyon sok együttműködő partnerünk van ilyenkor, mint minden évben. Könyvtár is kitelepült a gyerekekkel. Nagyobb acskákat most vitték el egyébként számháborúzni. Thank you.